7 éve vezeti a Nézőpont Intézetet, politológusként végzett az ELTE-n Mráz Ágoston Sámuel. Csató Csaba, a Fidesz EGRI alelnöke arról kérdezte a politológust, milyen szempontok szerint hogyan értékelték a kormány munkáját. Május végén jelent meg ugyanis a Nemzeti Ügyek kormányának 3 évéről szóló elemzésük. Van egy komoly pontrendszer, és kihozták azt, hogy különböző témákban, mint rend, igazságszolgáltatás, gazdasági kérdés, külön-külön véve 5 fő témára, ezeket elemezték, és európai példa is az, hogy egy pontos számot ki tudtak mutatni, hogy körülbelül hol tart a kormány ebben a teljesítésben. A 2010-es választás után azt állította az ellenzék, a Fidesz nem ígért semmit. A Nézőpont Intézet 92 kézzel fogható ígéretet talált, ezeket vizsgálta. Azért ők, mondtam Ráz Ágoston Sámuel, hogy ne olyan elemzők tegyék ezt meg, amelyek a kormánnyal eleve ellenségesek. Jó indulattal, de objektíven közelítettek. Ez a tanulmány valóban azt mutatta ki, hogy 68%-át kis jó indulattal közel az ígéretek 3/4-ét teljesítette a második Orbán kormány, ami ugye 3-ból 4 év után a 3/4-ét teljesíteni az ígéreteknek, az magunk között szóval időarányosan elég jó. Pozitív fordulatot láttak a közbiztonságnál, a legtöbb teendő a gazdaság területén van, mondta az elemző. Úgy látják, a kormány megfékezte az államadósságot. 2004 óta először sikerült a vállalt tervezett hiányt tartani, ezt még az Unió is elismerte. Az elemzés szerint nincs még igazi gazdasági növekedés, a munkaerőpiaci fordulat sem érzékelhető, a hangulat az országban még nem tökéletes, mondta a Nézőpont Intézet vezetője. A Polgárok Háza közéleti sorozata ezzel a beszélgetéssel zárta az idényt. Nyári szünetet tart az EGRI Csillagszalon, szeptemberben folytatódik, akkor is ismert emberek, politikusok lesznek a vendégek.